közben Magyarországot, de lehet, hogy csak azért, mert konzervatív kormánya van. Most pedig megadom a szót Verzsa asszonynak az Egyesült Baloldal nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Úgy halljuk, hogy a baloldali összeesküvés áldozata Magyarország, ez hangzik itt el. Mindannyian tudjuk, hogy az alapjogokat az Európai Unió több országában sem veszik figyelembe, és közben Magyarországot kritizálta az Európai Bíróság és több európai tagállam is. Nagyon sok időt szántunk szakbizottságban, plenáris ülésen is Magyarország témájának, és nagyon fontosnak tartom ezt a missziót. Ami minket foglalkoztat ma, ez a negyedik alkotmányos módosítás. Ez az új alkotmány vagy alaptörvény életbe lépése óta ez a negyedik módosítás 12 hónap alatt. Ez mégiscsak elég sok egy alaptörvény esetében. És azt kérdezem, hogy ez nem azt mutatja-e, hogy az eredetet, az új alaptörvényt rossz körülmények között, vagy rossz módon, rossz minőségben hozták létre. Mi a helyzet az alkotmánybírósággal? Egyesek azt mondják, hogy az alkotmánybíróság csak a formát, csak az elfogadás módját kritizálta bizonyos jogoknak. Ezeket már az alkotmánybíróság az törvénymódosításokat, illetve alkotmánymódosításokat nem vizsgálhatja meg tartalmilag. De és milyen alkotmánymódosításokról van szó? Szóval felsőoktatás, a hajléktalanoknak a helyzete, a család helyzete, a szólásszabadság helyzete, nem tudom mindegyiket felsorolni. Akik tájékozottak a témában, tudják, hogy ezen rendelkezések rendkívül fontosak, és ezek az alkotmánybíróság ennek a tartalmáról nem ítélkezhet. Kétharmados többséget szerzett a Fidesz párt. Ki mondja azt azonban, hogy ennek a pártnak most minden hatalom a kezében van? Ez nem így van. Sokkal nagyobb a felelőssége a kétharmados többség miatt. A gazdasági válság sújtja Magyarországot. A magyarok 37%-a szegénységben él. 600 ezer ember semmiféle szociális támogatást nem kap, és munkanélkül van. Rengetegen vannak hajlék nélkül. Ez a helyzet katasztrofális, és emellett az szélsőséges jobboldal, a szélső jobb folyamatosan teret nyer Magyarországon. Nem, ezeket nem fogadhatjuk el, ezeket az állapotokat sem Magyarországon, sem az Európai Unió más országaiban. A jogállamiságot tiszteletben kell tartanunk, és nekünk feladatunk erre emlékeztetni. Az Európai Unió hitelesebb lenne ezen a területen, hogyha ugyanazt a szigorúságot biztosítaná, mint gazdasági területen, az alapjogok területén is. Köszönöm szépen, Morvai asszony, a szó. Thank you very much, dear ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Engem nem nagyon érdekelnek sokszor a jogszabályok, ám az nagyon meglepett,